Fontos döntés előtt állnak a most 8. osztályos tanulók. Nem sokára választaniuk kell, hogy hol és milyen területen szeretnék folytatni a tanulmányaikat. A Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum színes képzési kínálattal várja a fiatalokat. Az intézmény a Vármegye 6 városában 8 iskolában működik. Szekszárdon ezek közül 3 intézmény működik, az ADI, a Bezerédi és a Hunyadi technikumok. Ha Bonyhád felé megyek, akkor a Perczel technikumot tudom ajánlani, Tamásiban a Vályi szakképző iskolánkat, Dombóváron az Apácai technikumunkat, és ha észak felé mozdulunk, akkor az első István szakképzőiskolát, illetve Dunaföldváron a Magyar László szakképzőiskolát. Ez a 8 iskola 16 ágazatban és több mint 45 szakmában kínál képzéseket. A főigazgató szerint így a tolnai járás munkaerőpiaci igényeit teljes mértékben le tudják fedni. Hogyha tájékozódni szeretnének a képzéseinkről, akkor a Tolna megyei szakképzési centrum honlapját, illetve az intézményeink honlapját ajánlom, ahol meg tudják tekinteni, hogy milyen ágazatokban milyen szakmákat választhatnak. A szépészettől a gazdálkodás menedzsmenten keresztül a gépészet ágazatig nagyon-nagyon sokféle a palettánk. A honlapokon továbbá meg tudják nézni, hogy milyen előnyökkel jár a szakképzés, mit jelent a szakképzési ösztöndíj, munkabér. A diákoknak február 22-ig kell leadniuk a jelentkezéseket. Felvételi eljárás egyébként nincs, a tanulókat az általános iskolás eredményeik alapján rangsorolják.